A KSH adatai szerint 2018. január és május között a kereskedelmi szálláshelyek összesen 10 millió vendégészeket regisztráltak. Ez 7,1%-kal több az előző évi adatokhoz képest. A külföldi vendégek száma 5,4%-kal nőtt, a belföldi vendégeknél azonban jelentősebb a változás, ők közel 10%-kal több vendégészeket töltöttek el hazai szálláshelyeken. Az arányok nyíregyháza környékén is hasonlóak. Sóstón rengeteg külföldi rendszámú kocsival lehet minden hétvégén találkozni. Ugye élvezik a, a, fürdő előnyeit és az állatparkkal összekötik ezeket a látogatásokat. Vagy most, hogyha a nyarat megnézzük, ugye most nálunk ugye a forint leértékelődés miatt azt hiszem, hogy a környező országokban ugye a forintnak így, illetve az ő eurójuknak a értéke sokkal-sokkal magasabb lett. Ugye ezáltal még többen jönnek, mint ahogy eredetileg ezt eltervezték. És úgy gondolom, hogy nyilván ez is mutatja azt, hogy a belföld felé van külföldről is egy Májusban kiemelkedően tartalmas hónapot zártak a szállásadók. Országos viszonylatban a cseh vendégek aránya nőtt a legkevésbé, de még náluk is több mint 13%-os emelkedés figyelhető meg. Az ukránok több mint 56%-kal több vendégészekát töltöttek el magyarországi szálláshelyeken, mint tavaly májusban. Nyáron a Balaton, Belence és a Tisztató környéke a legnépszerűbb, mind a külföldi, mind a belföldi vendégek körében. Utóbbiak esetében is növekvő tendencia mutatkozik a hazai szálláshelyek iránt. Ez köszönhető annak, hogy ebben az évben 8 hosszú hétvége van, és a hosszú hétvégék alatt azért a magyarok előszeretettel utaznak a környékre, és ott ugye főleg a három csillagos szállodákat, illetve a wellness szállodákat részesítik előnyben. Vannak, akik ez idő alatt is ugye külföldre utaznak, három napos városlátogatásokra, főleg ugye itt, ha alapul veszük a fapados repülőjéket, hogy azokat olcsón meg lehet vásárolni, akkor valóban mi is elmondhatjuk, hogy természetesen nő a belföldi kereslet. A pünkösdi hosszú hétvége például idén májusra esett. Ekkor a Széchenyi pihenők tulajdonosok két milliárd forintot költöttek el, összesen több mint 2100 szálláshelyen.